amikor így próbáltam a témát összedobni, akkor rájöttem, hogy ez ennél sokkal több. Mégis valahogy úgy fogom meg azt a előadást, hogy hozzátok architektekhez szóljon elsősorban. Nem az üzleti, nem a nagyvállalati aspektusokat élek ki, ha esetleg majd valaki más-máskor. Miről fogok beszélni? Ugye ezt már hallottuk ma, hogy no silver bullet. Először is elmondanám azt, hogy pontosan mit jelent a szolgáltatás orientáció. Milyen problémák vagyunk? Gyűjthat megoldás. De nem mindenre, tipikusan például egy felhasználó cél nyilvántartása nem. Beszélek egy kicsit az üzleti környezetről, amiben kialakult, amiben szolgáltatás orientáltan érdemes megfogalmazni megoldásokat. Utána átérek a konkrét fejlesztési kérdésekre, amikor szolgáltatás orientált architektúrában próbálunk valamilyen megoldást elképzelni, megtervezni, akkor milyen problémákban, milyen elvekkel találkozunk, egyáltalán mi az az eszközkészlet, amit használhatunk. Harmadik pont túl az alkalmazásokon. Ha letettünk egy szolgáltatás orientált alkalmazást egy nagy vállalathoz, ott még nem ért véget senkinek se a dolga. Nem az üzemeltetésről, vagy ilyesmiről beszélek, igazándiból ez csak egy modul a teljes nagyvállalati IT-ben. Ahhoz, hogy a teljes nagyvállalati IT kihasználhassa a szolgáltatás orientáció minden előnyét, ahhoz bizony el kell újulnia. Itt egy picit arról beszélek, hogy ezt hogy lehet elképzelni, mi az, amiből mi architektek ki tudunk indulni, hogy általában itt a beszállítói oldalon vagyunk, miket tudunk ajánlani egy nagyvállalatnak ahhoz, hogy ő ténylegesen az első pontban ígért előnyöket megkapja. Nagyvállalati IT. Ez, hogyha külföldön beszélünk, akkor Enterprise néven fut. Ez egy elég tipikus környezet manapság. Miről is van szó? Nagy vállalatok azok nagyjából ismert definíció szerint az olyan vállalatok, amelyeknél sor telephely van, ezek kérten esetleg el vannak egymástól távolítva. Amikor alkalmazást fejlesztünk, akkor nagyon nagyon komoly szempont az, hogy ezt egyszer a sok lényes fogja használni. Teljesítmény és párhuzamoság miatt is. Illetve egy ilyen komplex üzleti környezetet fogalmaznak meg. Komplex üzleti környezet alatt egyébként az őskához értem. Az IT az üzlet teljes egészében jelen van. Nem egy webes frontend, ami mögött manuális kis, nem is tudom milyen folyamatok vannak, hanem minden szinten létezik. Bejön egy hívás, az onnantól kezdve elektronikus rendszerekben dolgozódik fel, ahol elektronikusan kerül valamilyen kimutatás. Minden ott van. Az üzleti folyamatok komplexek. Volt szerencsém annak idején dolgozni a mobilszám hordozhatóság projekten, hát hadd ne mondjam, mert körülbelül 30 lépésből áll csak annak az ellenőrzés, ahogy egy mobilszámot el lehet-e vinni tőlünk. Körülbelül még 30 az, hogy hozzánk hozhatják-e, és a kettőnek egymásra kell találni, két különböző IT cégnél van. Ez egy teljesen normális üzleti folyamat, ilyeneket kezelni tudnunk kell. A rendszerek komplex módon hatnak egymással, valóban. Hogyha megváltoztatunk valahol valamit, akkor vannak olyan kihatásai lehetnek a többi rendszerre, olyan begyőző hatásokat indukálhat, amiket igazándiból nagyon nehéz megérteni, felmérni. Például, hogyha az ügyfél tört, mert deaktiválunk egy ügyfelet. Megszűnt a számon egyenlege, vagy nem szűnt meg a számon egyenlege, kell-e a továbbiakban küldeni neki értesítéseket. De általában arról van szó, hogy az egyik rendszerben fellépő változás, az bizony nem izolálódik a rendszer határokon belőle. És végül bonyolult szervezet. Vannak különböző alosztályok. Alosztályon belül még kisebb osztálycsoportok. Mindenkinek megvan a kis hatalmi struktúrája, mindenkinek vannak erőforrásai, és bizony ezek az általában ragaszkodnak. Elég nehéz bevezetni egy olyan rendszert, ami ezeket az érdekeket sérti, még akkor is, hogyha az a teljes üzlet egészére optimálisabb lenne. A fejlesztésekkel szemben is van három viszonylag fontos igényük a nagyvállalatoknak. Az első, az mindjárt az, hogy üzleti agilitást fogalmazunk meg. Az üzlet általában nagyon gyakran változik. A piac rugalmasságot követel, minél bonyolultabb a szervezet, annál kevésbé rugalmas. Szeretnék azt, hogy ha már egyszer valamit fejlesztünk, akkor az legalább ebben a rugalmassága beleilleszkedne. Ne egy újabb visszatartó erő legyen, ne következő bevezetésnél ne azt mondjuk, hogy hát sajnos erre nem készültünk föl, igenis készüljön fel a rendszer. Átlátható legyen a funkcionalitása. Valahol ennek az egész rendszernek a tetején azért egy menedzsment ül. Menedzsment szeretné tudni, hogy mint dolgozik. Szeretné ismerni azt az IT architektúrát, ha más nem, akkor szép diagrammal egy vizuálában, ami az ő eszközkészlete, amivel számolhat, hogyha megoldásokat akar fejleszteni. Harmadik, amely beruházást érüljön meg. Nem kifejezetten szeretik az olyan befektetéseket, amire azt mondjuk, hogy architektúrális szempontból ugyan csodálatosak,
de üzleti hasznot azt mondjuk nem hoznak. Úgyhogy felhaladva alatta az IT fejlesztésekkel szemben, ezt a hárma kiegyensúlyozottan kielégíteni, egy komoly kihívás. Egyrészt a megoldás a szolgáltatás orientációt tud lenni. Pontosabban, az egészre egy megoldás elképzelhető szolgáltatás orientált gondolkodáson is. Nem ez az egyetlen megoldás nyilvánvalóan. Első közelítésben vezessük be a szolgáltatás fogalmát. Szolgáltatás alapfogalom, olyan, mint az objektum. Igazándiból senki nem tudja megmondani, hogy mi az, csak szinonimákkal körülfejt tudjuk írni. Milyen szinonima halmazom? A szolgáltatás egy olyas valami, egy olyan képesség vagy funkció, amit valaki más számára nyújtani tud. Általában a vállalatokban háromfajta ilyen szolgáltatásról érdemes beszélni, adatokkal kapcsolatos szolgáltatásokról, üzleti műveletekről, illetve üzleti folyamatokról. Adatokkal kapcsolatos szolgáltatás egy címtár. Leteszünk bele egy embert azonnantól kezdve ott van. Ki lehet válogatni az összes kis József nevűt, ilyen műveletek vannak. A műveletok ilyen szolgáltatások azok elsősorban már az üzleti működéshez szolgálnak. Küldjünk értesítést az összes olyan ügyfélnek, aki érdekelt lehet az új termék bevezetésében. Indítsunk egy ilyen kampányt. A folyamatok azok még bonyolultabbak, az üzleti műveletek összetett halmazát jelentetik. Vezessünk be egy új terméket. Milyen lépései lehetnek? Egyáltalán a lépések azok milyen más szolgáltatásokhoz kapcsolódhatnak. Ezt meg lehet fogalmazni. A negyedik pont a horizontális funkció beválasztása. Leteszünk egy szoftvertermékhez, hogy egyáltalán bármit csinálunk egy nagy vállalatban, ahhoz bizony néhány olyan dolog is tartozik, amit fájó, de meg kell csinálnunk. Általában auditálnunk kell tudni, általában a szoftvertermékeket ugye monitoroznunk kell tudni, üzemeltetni kell tudni, de ez igazából nem a szolgáltatáshoz, vagy az üzleti művelethez kapcsolódik, hanem úgy van. Vállalati szintű szabályzatok írják elő ezeknek a szükségességét, valahogy ezt kezelnünk kell. Másik nagy gond az a szolgáltatások kölcsönhatása. Ugye egyetlen alkalmazás sem sziget, valahogy ezek kapcsolatban lesznek egymással. Hogy az életünket egyszerűbbé tegyük, a következő négy elvet tudjuk felvázolni. Szolgáltatások legyenek lazán csatolt kapcsolatban. Lazán csatoltság azt jelenti, hogy ha az egyik szolgáltatás változik, akkor lehetőleg a másik szolgáltatás, aki kapcsolódik hozzá, minél kevésbé változzon. Tudjam megváltoztatni az üzleti folyamatot úgy, hogy az üzleti folyamatot felhasználó UI az lehetőleg nem változzon. Ez nagyon fontos lesz az üzleti rugalmasság eléréséhez. Kommunikáció, kompozíció. Szolgáltatások azok valahogy tudnak egymással beszélgetni, de igazán nem mondtuk meg, hogy hogyan. Biztosítsunk egy olyan csatornát, amin ez megvalósítható. Biztosítsunk egy olyan szabványcsomagot, amivel majd két szolgáltatás megérti egymást, fel tudja fedezni egymást, és ugye együtt tud beszélni. Kompozíció az egy nagyon fontos elv, ha már két szolgáltatás beszél egymással, esetleg együtt csinálnak valamit, ami túlmutat mind az A szolgáltatáson, mind a B szolgáltatáson. Mondjuk tipikusan ilyen egy folyamat, ami ugye több, mint a műveletek egymás után meghívása, ez ténylegesen egy üzleti értéket képvisel. Lényeges a szolgáltatás orientációs elvben, hogy az ilyen kompozícióval létrejövő valami is egy szolgáltatás. Gyakorlatilag a szolgáltatások hierarchikusan épülhetnek fel. Van egy nagy szolgáltatásunk, az hívja az alapfelelőket, és egészen így lebontva a végéig, a legalacsonyabb szint pedig egy szolgáltatásunkig. A kommunikáció és a lazán csatoltság alapja a szerződés. Minden szolgáltatás valamilyen módon publikál egy szerződést. A szerződés az azt mondja meg, hogy két szolgáltatás pontosan hogy tud egymással kommunikálni. Ha van egy szolgáltatásom, a szerződésben elmondom azt, hogy nekem milyen műveleteim vannak. Hogy lehet azokat a műveleteket meghívni. Milyen adatokat várok. Hogyha ezeket az adatokat megkaptam, mit fogok csinálni velük. Nagyon fontos dolog, a másik szolgáltatásnak elég ezt a szerződést ismerni azért, hogy engem igénybe tudjon venni. Erről majd később mesélek a technikai részletekkel kapcsolatban. Az utolsó pont a szolgáltatások nyilvánossága. A vállalaton belül nem szabad, hogy a levegőben lógjanak a szolgáltatások. Valakinek valahol tudnia kell az összesről. Ez nem csak teljesen technológiai komponens, de technológiai komponensek is kellenek hozzá. Ahhoz, hogy a szolgáltatás orientáció az egész működjön, ahhoz muszáj az, hogy legyen egy nagy gombóc, amiben benne van az összes szolgáltatás, ki tudjuk választani azt az egyet, ami nekünk kell. Nézzük meg pontosan ezeknek az alkalmazását. A fejlesztés. Amikor alkalmazást készítünk, hogy mondhatók le ezek az elvek?
szolgáltatásorientált alkalmazások, azok valamilyen üzleti szolgáltatást fognak megvalósítani. Négy szintre klasszifikáljuk őket, ez gyakorlatilag egy ilyen besorolás jelent. Alapszintű szolgáltatás egy technológiai műveletet valósít, megnyomtassunk ki egy dokumentumot. Teljesen egyszerű primitív dolog, de kell, hogy az építő elemből valami nagyobbat lehessen hozni. Középszintű szolgáltatás az már üzleti műveletet valósít meg, mondjuk a nyomtatós példát tovább gondolva. Nyomtass ki ezt a dokumentumot, hogyha van még elég szinten a számlában. Ha nincs, akkor valamit csináljon valami más. A processzint az ezeket fogja össze. Mondjuk például nyomtass ki ezt a dokumentumot már persze, hogyha a vezető jóvá hagyta. Ilyenkor küldj a vezetőnek értesítést, hogyha az értesítés megérkezett, akkor ezt és ezt csinált, hogyha a vezető ezt találta a problémát, azt és azt csinált. A végén vagy kinyomtatódik a dokumentum, vagy nem, de ez levezérli a szolgáltatás. Az utolsó az enterprise szint, amikor az egész vállalatot érintő műveleteket veszünk ki egy szolgáltatásban. Ez ül általában a legtetején. Enterprise szintű szolgáltatásokra jó például egy olyan gateway, amit közvetlenül más cégeknek hívhatnak. Cégnek a homokzatán van egy szolgáltatásunk, mobil számolgatás. Szeretném elportozni ezt és ezt a számot. Bejött oda egy hívás. Onnantól kezdve ott nálunk párhuzamosan akár több folyamat fog megindulni. Tipikus például ellenőrizik, hogy lesz elbortozható-e, de mellette azért értesítjük a ügyfél kapcsolatot, hogy itt valami probléma van, ez az illető el akar bortozni tudunk, legyen szíves vele fölvenni a kapcsolatot. Ennek az egésznek a kapja lehet egy ilyen enterprise szintű szolgáltatás, amivel megvalósítható a business együttműködés. Persze nem mindig célvezető, de architektúrán mondja meg, hogy mikor jó. Szolgáltatás orientált alkalmazások, azok újrahasznosítható komponensek. Amikor mi egy üzleti folyamatot implementálunk, lefejlesztjük hozzá ezeket a szolgáltatásokat, amikkel utána összevetünk az egészbe. De ezek a szolgáltatások, ami folyamatokkal külön is meghívhatóak. Tehát innentől kezdve, hogyha leteszünk egy új rendszert, akkor az már építhet az eddigi rendszer egy szolgáltatására. Tipikusan, hogyha valahol van között ilyen egy néhány számítómodul, onnantól kezdve soha többet nem kell néhány számítással foglalkoznunk, megkérdezzük ettől a modultól, vagy az adott input adatokat, nem így mondasz, mi lesz. Elég jelentősen csökkenhet a vállalati IT-n belül a káosz, és elég jelentősen csökkenhet az új szolgáltatások fejlesztésének a költsége is. A harmadik ilyen technikai dolog a szabványos interfész. Mondtam azt, hogy minden szolgáltatás tud publikálni egy szerződést, illetve tartalmaz egy szerződést. Amit itt mondok technikai szempontból, hogy ezt a szerződést, ezt standard metaadatokkal írja le, hogy bármelyik kapcsolódó szolgáltatás automatizáltan le tudja kérni tőle. Ez egy nagyon erős dolog, ugyanis innentől kezdve gyakorlatilag automatizálható az a folyamat, hogy én felismerek egy szolgáltatást, és beolvasom a fejlesztő eszközbe, hogy ez a szolgáltatás mire képes, illetve azt hogyan tudja megcsinálni. Az aszáncsatottság rugalmasságjáról már beszéltem, illetve a harmadik érdekesség, hogy én homogén architektúra is kialakítható. Két szolgáltatás lazán csatolt, csak az interfész áll közöttük. Interfész leírtunk standard metaadatokkal. Nem mondtuk el, hogy mögötte milyen implementáció van, nem tartozik a nagy világot. A standard metaadatokat tetszőleges más platformon futó, tetszőleges más eszközzel fejlesztett szolgáltatás megérti, akkor tud velünk kommunikálni. Elég lényeges, mert a vállalaton belül általában informatikai környezet. Vannak nagy gépek, vannak jávás megoldások, vannak Microsoft technológia. Ha jól csináljuk a szolgáltatás orientációt, akkor az architektúra adja azt, hogy ezek egymással tudjanak technikailag beszélgetni. Mi az a szolgáltatás architektúra ezek után? Ez. Szerződésben rögzített az interfészük, üzleti szolgáltatás, vagy legalábbis üzlet számára értékes szolgáltatás valósítanak meg. Ennyi. Semmi több nem kell hozzá, hogy egy alkalmazás vagy egy architektúra szolgáltatás orientáció legyen. Tipikusan jó példa egyébként a szolgáltatás orientált architektúrára, amit meg tudunk ezzel fogalmazni a SOA. A telefonos ételrendelés. Fölhívjuk a kínai ügyvéd, elmondjuk, hogy kik vagyunk, mennyit fizetnénk érte és milyen ételt szeretnénk kapni. Letesszük a telefont és egy idő után megkapjuk az ételt. Nem akarjuk tudni, hogy ez miből készült. Nem akarjuk tudni, hogy hogyan. Bármilyen itt elmondjuk, és mi telefonban nem adtunk meg valamilyen adatot és visszakérdez, fél óra múlva fölhív, hogy el akartak utálni, és sajnos mint egy óra múlva később, ez mind belefér a sorába. Ennél több, hogy feleségül kell vennünk a diszpécsert azért, hogy végre
kiszolgáljon bennünket, az sajnos túlságosan erős szoros csatoltság, az nem soha. Mondjuk itt azért remélem mindenki észrevette a két nagy kamut. Üzleti szolgáltatás. Mitől üzleti egy szolgáltatás? Mitől értékes az üzletnek, mondjuk az a szolgáltatás, hogy nyomtatunk? Ezt értelmes jól megfogalmazni. Nyomtatás szolgáltatás egyébként legalacsonyabb szinten azért értékes, mert a későbbiekben újra hasznosítható. Tehát, hogyha egyszer letettük és van sor interfészünk, és soha többet nem kell lefejlesztenünk, akkor az jó, az üzlet számára értékes lesz. A másik a szerződésben rögzített. Bárki, aki rögzített valamit szerződésben, tudja, hogy az változni fog. Nem is kell túl sokat várni, általában elolvassák a szerződést, azt mondják jó, majd utána egy hónap múlva eszükbe jutott, mégsem jó, nem, azt nem úgy gondoltuk, az legyen hosszabb. Erről a kettő problémáról későbbiekben sokat kell beszélnem, mert ezek nagyon komoly problémái ennek az egyébként nagyon szép architektúrának. Következő szlájd van itt a kapcsolat. Ez a soának valamikor az őskorszakban lefektetett négy alapelve, különben 2004-ben Dombox írt egy indigós cikket, amiben először megjelentek. Manapság ez már annyira összefonódott a két fogalom, hogy hallottam már olyan soa definíciót, hogy az a soa, ami ezeknek megfelel. Gyakorlatilag egyébként igen, mert hogyha végigvesszük, szolgáltatás orientált alkalmazásnál a határ egy picit. Megadtuk, ott van a szerződésben. Nem véletlen, nem az alkalmazásnak egy folyamánya, ez picit. Ezt hozzuk egyébként a fejlesztésnél, ez az, amit közítünk a rendszerterten. A szerződés az egy nagyon-nagyon fontos dolog, illetve az egész szolgáltatásnál is nagyon fontos. Költséges az átlépése. Amikor mi küldünk egy üzenetet a szolgáltatás határon kívülre, nem tudhatjuk, hogy mi lesz ott. Nagy vállalat vagyunk, könnyen lehet, hogy Amerikából Európába kell valamit hívnunk. Könnyen lehet, hogy ott meghalt a kommunikáció, nem kapcsolható másik rendszer. Nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy van határunk, határon belül ott minden békés, puha és meleg, ott mi vagyunk, az a saját rendszerünk, határon kívül az a szolgált ideg nagyvilág, mindenre fel kell készülnünk. Szolgáltatás autonóm. Minden szolgáltatást elméletileg önállóan fejlesztenek, önállóan telepítenek, önállóan üzemeltetnek. A mi szolgáltatásunk az mi vagyunk. Bárki más, ő bárki más. Hogyha a mi szolgáltatásunkon belül valamit meg akarunk változtatni, 100%-ig jogunkban van megtenni. Viszont fel kell készülnünk arra, hogy a kapcsolódó többi szolgáltatásoknak is joga van menet közben változni. Elképzelhető, hogy egyik napról a másikra, különösebb engedélykérés vagy értesítés nélkül hatalmas változások történnek meg benne. Megváltozik a folyamatok, hirtelen hibát adnak olyan adatokra, amiket eddig elfogadtak. Meg rosszabb esetben megváltozik az interfészük, ezeket még kezelni tudnunk. Sémát és szerződést hoztunk meg, nem kódot. A SOA az nem egy távoli eljárás hibási szabvány, üzleti dokumentumokat definiálunk a szolgáltatás szerződésében. Elmondjuk, hogy ha ezt küldöd nekem, akkor én ebből valamit tudok csinálni. A dokumentumnak minden adatot tartalmaznia kell, ami az adott híváshoz szükséges. Kínai is például el kell mondanom a számlázási címemet, el kell mondanom, hogy mit kérek, el kell mondanom, hogy készpénzzel fogok fizetni, nincs olyan, hogy visszautalok valami. Először, ha tudod odahozni tegnap előtt, nem megy. Negyedik, kompatibilitás alapja a profil. Mi az a profil? Profil az a horizontális kérdésekre adott válasz, soha elnevezéssel. Külföldül policy. Amikor egy cégen belül kommunikál két szolgáltatás megegyezett egy kommunikációs formában, ezt ugye a szerződések alapján meghatározták. Egyik el tudja küldeni, másik tudja fogadni. Mindig nem biztos, hogy megkaphatja, mert mondjuk a nagyvállalat a környezet definiál egyéb megszakításokat. Auditálhatóság, számlázás, esetleg csak olyan egyszerű, vagy napozás, szabványos feljegyzések, amiket muszáj kitölteni, mert mondjuk iktatáshoz vagy nyomkövetéshez szükséges. A profil azoknak a horizontális szabályoknak a gyűjteménye, amit mind a két szolgáltatáson be kell tartania, mert különben le vannak tiltva egymással. Nagyjából ez a négyben a terv az, amivel, hogyha fejlesztünk, akkor ökölszabályként ellenőrizni tudjuk, hogy megfelelünk neki, megfelelünk, próbálunk, nézzük a következőt, megfelelünk neki, király. Ha minden egynek megfelelünk, nagyon valószínű, hogy sor vagyunk. Egyébként lehetünk akkor is szolgáltatások orientáltak rá, ha nem felelünk meg, erről majd később. Ezek további szabályok, ezek inkább csak olyan gyakorlati dolgok. Fejtésznek mondanám őket, hogyha külföldiért tartanám az előadást. Állapotmentes az interfész. Az a jó, hogyha úgy definiáljuk a szolgáltatásunk
mindent részét, hogy abban ne kelljen beszélgetni. Egy dokumentumban tegyünk oda mindent, és onnantól kezdve dolgozzon a szolgáltatás, lehetőleg transzakcionálisan, hagyja vissza az eredményt, lehetőleg egy dokumentumban. Tipikus ellenpélda egyébként az SMTP protokollban, és csatlakozunk valahol, először azt mondjuk hello. Semmi értelme nincs egyébként, erre válaszol, hogy oké, de nem enged más műveleteket végrehajtani, addig, amit nem köszöntünk. A sohában nincs ilyen, sohában egybe, egybe az a, hogy tessék, ezt akarom, hogy csinálj meg. Ha nem tetszik, dobd vissza most a kivételt. Ha viszont megetted, akkor nem csak ezzel várom az eredményt. Ez persze egy eléggé érdekes kitétel az állapotmentes interfész. Ez a műveletekre vonatkozik, illetve az interfészekre, nem a szolgáltatás az állapotmentes. Maga a szolgáltatás az lehet, hogy egy folyamatot implementál. A folyamatnak mindenképpen van állapota. Folyamatnál általában az interfészen ezzel a folyamat példányal tudunk interakciót létesíteni. Küldhetünk neki egy üzenetet. Üzenet küldés műveletének az eredmény az, hogy jól elfogadtam az üzenetet, köszönöm szépen, majd csinálok rá valamit. De azonnal megkapjuk a választ. Következő az a dokumentum alapú kommunikáció, nem távoli eljárás hívás, erre már kitértem. Nem mondok technológiai részleteket, csak a legesleg végén, dokumentumnál általában célszerű valamilyen envelope formátumú dokumentumot használni. Legyen egy fejléce, oda tegyünk be mindenféle metainformációt, ami nem az üzenettel kapcsolatos, hanem mondjuk policy, címzési adatok, bármi, ami a kommunikációs csatornának kellhet. Legyen egy body része, az viszont 100% közüzleti művelet legyen. Lehet implementálni, úgyhogy a kettő az össze vagy túlva, nem érdemes. Adatok és műveletek a szolgáltatás tulajdonában vannak. Gyakorlatilag projekten kívülről, hogy a szolgáltatás orientált alkalmazást fejlesztünk, nem kell elfogadnunk változásokat. Esetleg a projekt vezetésen keresztül lehetnek változási kérelmek, de nincs olyan, hogy mi mondjuk egy másik alkalmazásnak az adatait tároljuk, mi a saját adatainkat tároljuk. Itt egy egyszerű példa, a szolgáltatásunk kérdéknál. Az üzlet törzs adatait konkrétan az üzlet ügyfeleinek a címjegyzékét tartalmazza. Ezt elsősorban azért hozták létre, hogy később az ügyfélkapcsolati rendszernél legötülő listából lehessen választani, teljesen mindegy. Egyszer csak azt mondja az ügyfélkapcsolati rendszer, hogy ne haragudjatok, eddig azt mondtuk, hogy 200 karakter rosszul lehet, annyit mostantól csak 180. Erre egy sor fejlesztésnél a következő választ vagyunk. Sajnáljuk, a szolgáltatások autonóm. Hogyha esetleg nem tetszik, oldja meg. Az adatok, amik tulajdonunkban vannak, mi definiáljuk a formájukat és a tartalmukat is. Egy nagyon-nagyon-nagyon erős dolog. Általában ez az első, amit egyébként figyelmen kívül kell hagynunk a projekt környezet miatt, de ettől még el. Negyedik, a horizontális problémák megoldását mindegy feljük. Meséltem a policy-ról, meséltem a horizontális problémákról. Ha lehet, akkor ezeket úgy fogalmazzuk meg, hogy nem mi kézzel írjuk bele a kódba, hanem valahogy vagy egy külső komponensbe szervezzük, vagy policy injection-nel, miről ma már volt szó, vagy valamilyen aspektus-orientált módszerrel a feldolgozási pipeline-ba kívülről tegyük be. Mint ahogy gyakorlatilag a policy semmi problémánk az valóban kívülről jön, aminek meg kell felelni, csináljuk azt, hogy a megoldás is kívülről jöjjön. Általában egyébként ez technológiailag megoldható. Minden más egy SOA fejlesztés, egy SOA fejlesztési projekt, mint a többi. Mik azok a dolgok, amitől jobb lesz, vagy tisztább, vagy szárazabb érzés? Hát először is az analízis. Nem érdemes SOA fejlesztés hagyományos analízis módszerekkel, mondjuk objektumorientált, vagy adatorientált analízissel építeni. Vannak szolgáltatásorientált technikák. Egyik tipikus ilyen egyébként a Microsoftnak a Motion nevű keretrendszere. Nagyjából külső dolgokat végzi. Ez egy nagyon érdekes, izgalmas dolog, nem tudom, hogy kijött-e már felőle tévleges, azt hiszem egy light verzió jött ki, ami elméletileg mindenki számára hozzáférhető, érdemes megnézni. Jó dolog. A tervezés is más egy szolgáltatás orientált alkalmazásán, mint a többinél. Egyik az, hogy önkritikát kell gyakorolnunk. Mi atomi üzleti műveleteket teszünk le. Nem nagyon használhatunk olyan kényelmes dolgokat, hogy callback megerősítés kérése, ilyesmi, ezeket át kell fogalmazni, úgyhogy megfeleljen a SOA elveknek. Állapotmentes interfész szintén nagyon fontos. Ez a kettő megvan, ezek alapján le tudunk tenni egy interfész szerződést. Erős művelet és adattulajdonlás, ez igazándiból csak pozitívum. Valamilyen szinten védve van a hátunk. Tudjuk azt, hogy csak projekton belülről
várunk igazán változásokat. Ez a kedvencem egyébként, vagy pozitívum tud lenni. Egy-két rendszerhatár, hogy figyelembe kell vennünk azt, hogy a külvilág az külvilág, ahol nem tudunk semmit. Jó esetben oda kis ágenseket kell majd beterveznünk, ami kezeli azt, hogy a külvilág felfedezhetetlen. Maga a fejlesztés hogy néz ki? Mondhatunk simán, hogy így is csak azért, mert soha vagyunk, de az interfészt olyan hamar be kell fogyasztani, amilyen hamar csak lehet. Vannak nagyon érdekes módszerek, ha jól emlékszem, akkor a Martin Fowler-programjában volt, incrementális SWOT deployment. Első közelítésben lefejlesztették az interfészt, és fölvettek kis görkacsajás futárokat, hogy a beérkező üzeneteket kinyomtatják és oda viszik az emberekhez. Gyakorlatilag ez egy teljesen jogosú alkalmazás. Megvan az interfészünk, többi alkalmazást tud vele beszélgetni, újra hasznosíthatóak vagyunk, és az interfész deployment pillanatában megvalósítottuk ezt az üzleti igényt, amire fizetnek nekünk. Ez egy nagyon fontos aspektus. Utána alá teszik az automatizmust, kész kívülről föltöltik. Ugye azt mondtuk, hogy a határon tud bárki, az, hogy a határon belül az implementáció milyen, az, ami mi magánügyünk. Ennek a feltétele az, hogy az interfész minden hamarabb befagyasszuk, minél hamarabb elkezdhessenek a többi rendszerekre hivatkozni. Fejlesztésnél a profilok használati injektív módon jól muszáj vagyok technológiát említeni. Ha mondjuk az interfész webszerfüzekkel valósítjuk meg, akkor a profilokat azokat általában DSX-esenekkel. Így tulajdonképpen a kommunikációs keretrendszerünknek, illetve a SOA platformunknak a részei azok a dolgok, amikkel majd a horizontalitást megvalósítjuk. Fejlesztésnél nagyon lényeges dolog a honlózat szintű tesztelhetőség. Ezt egy üzleti honlózatunk van, amit egyébként metaadatokkal írunk le. Innentől kezdve, abban a pillanatban, hogy ezt lefagyasztottuk, létrehozhatóak rájuk unit tesztek. Nagyon egyszerű, primitív módszerekkel lehet unit tesztet beállni. Innentől kezdve az üzleti folyamatainknak nem csak a technikai tesztelését, hanem az üzleti tesztelését is tudjuk automatizálni. Nagyon-nagyon kellemes dolog tud lenni. Egyszerű rendszer kevesebb kockával. Elején mondtam, hogy a nagy vállalati rendszerek azok maga szőskához. Rendkívül sok komponens van, rendkívül erősek a függések, nagyon sok begyőző változással kell számolni. Ha ezeket szolgáltatás határon mentén föl tudjuk szabdalni kisebb rendszerekre, és utána határokon definiáljuk majd ezeknek a kapcsolatát, maga a kis rendszer, akivel mi foglalkozunk, az sokkal egyszerűbb lesz, mint az egész. Kevesebb projektkockázat ötösen különben, pont azért, mert az interfész az egy abstrakció, az elfedi az a mögött a levő implementációt. Előnyök hátrány. Egy határozott előnyök sorában, hogy több mint itt a szép koncept. Azért nem jó technológiához kötni, mert sokan a SOA-t azonosítják a webszervizes interfészsel, ami általában annyit tud, hogy beérkezik egy hívás, kapunk szinkron egy RS4 slusz. A SOA-nél több, hogy mondtam, bejön egy üzenet, onnantól kezdve akárhány válaszüzenetet generálhatunk, egyszer lesz egy végső válasz, ami azt mondja, hogy kész, megkaptuk a kínai. És ebben a mintában kell gondolkodnunk, nem az egyszerű szinkronizációban, hanem bármi belefér, menet közben státusz notifikációk, még a callback-ek is beleerőszakolhatóak különben. A frontend is csak egy kliens. Valamikor fejlesztünk egy hatalmas nagy üzleti rendszer, akkor azt valahogy egy UI-on meg kell tudni jeleníteni. A SOA-ban nagyon jó dolog az, hogy ez a UI is csak egy kliens lesz. Pontosan ugyanolyan, mint az összes többi szolgáltatás, amit minket igénybe vesz. Ugyanolyan bazáncsatort lesz, ugyanannyira nem fog függni a mi implementációs változásainktól. Ugyanúgy különállóan tesztelhető és fejleszthető abban a pillanatban, hogy befagyasztottuk az interfészt. Monitorozhatóság, autorizáció. Nagyon fontos dolgok az üzemeltetés számára. Legtöbb fejlesztő általában nem szeret ilyenekkel foglalkozni. Amikor megcsináljuk a nagy üzleti tervet, mi üzleti gondolatokkal vagyunk elfoglalva, az, hogy ezt valaki szeretné ingedni mondjuk HTTP-n keresztül, az valahogy ilyen utolsó kiadítási akársza megcsináljuk, hogy nem. Itt az egészet injektálni tudjuk policy-ből horizontálisan, viszonylag kis erőfeszítéssel, esetleg ki kell terjeszteni a policy-t, de általában még ez sem. Nagyon olcsóan mennek ezek a cross-coupling horizontális dolgok. És a kontrollált változtathatóság. Letettünk egy SOA terméket az asztalra, menet közben kiderül, hogy bárhol sem megváltozott az üzleti követelmény. Bármikor megváltoztathatjuk az implementációját. Mert a homozat ugyanaz marad. Hátrányon bonyolultabb a architektúra. Ha foglalkoztatok már SOA-val, vagy remélem ezt fogtok, akkor hamarosan belefuttok az ilyen egyszerűségekbe, hogy mondjuk megerősítés kérdése. Hogy lehet ezeket átfogolni, meg lehet őket fogalmazni, de nem egyszerű. Ezt a költséget
mely egyáltalán soha feldolgozás az interfész felszervezetben költségét az üzenet projektnek ki kell fizetnie. Ez igazán jól bőségesen megtérő, csak első ránézésre elvijeszti az embereket. Másik nagyobb teljesítményeket nem érhetezik. Nem csak a mi kliensünk fog használni bennünket, hanem mindenki. Ez egy nagyon érdekes történet. Egy bankban fejlesztettünk olyan szolgáltatást, amiben tiszta szájbára ki lehet tenni az aktuális árfolyamokat. Nagyon egyszerű és primitív szolgáltatás. Mindenki telepítette óriási siker banknak, körülbelül volt 5000 kliens gépe, de egyszerűen elkezdték megszólítani a szerverünket. Erre persze senki nem készült fel, és nem lehetett azt mondani, hogy jó, hát akkor berakunk két reknyi vasat azért, hogy ne kelljen kattintani az internetes websájtra. Ki kellett találni azt, hogy hogy tud együttműködni ezzel a igényel a szolgáltatásunk. Mert hogy az, hogy interfész is változni fog. Együtt kell jelnünk vele. Ki kell találnunk valami interfész változásra felkészítő verziózós technikát. Vagy azt mondjuk, hogy az interfész nevelemére leteszünk egy verziószámot, és gondolom mindenki ismeri például az állítólag dokument 4 interfészt, lehet így is kezelni. Lehet így is kezelni, hogy az interfész leírásánál valahol bevigyeztünk egy custom tag-et. Ha mondjuk az interfész megfogalmazott, mint egy XML séma, akkor valahol beírunk egy XSN. Itt lehet, hogy a későbbiekben még lesz valami, most nem tudjuk. Ha mondjuk Visual Studio-val generáltatjuk az interfészt, akkor valahol be tudunk tenni egy Stateback Object nevű programot. A későbbiekben lehet, hogy ide befejlesztünk valamit, nem tudjuk. Erre nagyon kell készülni, mert ha egyszer befagyott az interfész, akkor számítanak rá kapcsolódó rendszerek, hogy úgy marad. És ahogy mi nagyon megsértődünk, akkor, hogyha egy kapcsolódó rendszer megváltozik, bár teljesen jogában van, ők is nagyon megfognak, úgyhogy célszerűen erre felkészülünk. Nehéz a függéseket gyengíteni. Elmondtam, hogy jó dolog az áncsatoltság, nagyon fontos el, de nagyon nehéz megvalósítani. Például fel kell készülni arra, hogy mi van, hogyha az áncsatolt komponens nem áll rendelkezésre. Mi van, hogyha mondjuk éppen hiba üzenetet adott, pedig még elvárjuk az adatokat. Szinkron mondjuk úgy dolgozik a szolgáltatásunk, hogy az ügyféltörzsből lekérje a megfelelő ügyfélnek az adatait, így van, hogyha az ügyféltörzs éppen nem elérhető. Ezeket a kérdéseket meg kell válaszolni, és ez sajnos az architektúrának egy eléggé kemény pontja. Jó hír, hogy van rá komponens, vagy legalábbis van olyan komponens, ami segítségével megoldható, ez az ESD Enterprise Service Bus. Szintén alapfogalom, szintén nem lehet pontosan definiálni, illetve annyira alapvető fogalom, hogy minden vendornak különböző definíciója van rá. Ez az a komponens, ami a szolgáltatások között helyezkedik el, és leggyengébb definíció szerint irányítja és transzformálja az üzeneteket. Tehát, hogyha az egyik szolgáltatás elküld egy üzenetet a másikra, akkor az a kettő az ESD-n keresztül fog haladni. Egy nagyon szép mondat, ez a szolgáltatások virtuális alapinfrastruktúrája. Egy másik lényeges dolog, ugyanis nem mondunk fel oda semmit. Nem mondjuk azt, hogy az ESD az ténylegesen egy busz architektúra. Nem mondjuk azt, hogy van-e ott egyáltalán komponens. Ha két szolgáltatás direktbe beszél, akkor is mondhatjuk a közöttük lévő légüres térről azt, hogy az az ESD-n. Általában ennél többet szokás, de mivel virtuális, megfogalmaztuk ezt az igényt, azt mondjuk, hogy aki ezt ki tudja elégíteni, az nekünk az ESD. Ha ténylegesen tervezünk egy komponens, ha ténylegesen egy vállalati sorában gondolkozunk, érdemes ott kialakítani valami ESD szolgáltatást. Valami olyasmi, ami ezen túl azért többet is ad. Például segíti a szolgáltatások egymásnak találását. Mondtuk azt, hogy a szolgáltatásokat valóban nyilván kell tartani, tegyük ezt egy automatikus nyilvántartássá, mondjuk azt, hogy az ESD-nek szolgáltatása az, hogy a nyilvántartásban meg tudjuk keresni ki az a szolgáltatás, ami az én műveletemet implementálja. Gyengíti a függés, mivel ilyen rugalmasságot. Minden szintű direkció, minden szintű abstrakció szerencsére gyengíti a függést és növeli a rugalmasságot. Elnézségű vétel. Ha van egy olyan komponensünk, ami azt tudjuk mondani, hogy mondjuk, hogyha meghívunk egy szolgáltatást, és az nem elérhető, akkor mi tesseljük a kérdést, és önként újra próbáljuk. Ha van ennek helye, és ez a helye az ESD, akkor már is valamilyen szinten megvalósítottuk azt, hogy két szolgáltatás gyengíti a kapcsolatot, vagy legalábbis gyengítettük a kapcsolatokat, és ez jó. Üzenetek irányítása és transzformáció, erről még beszéltem. Itt még annyi plusz lehet hozzáadni, hogy nem csak egyszerű irányítás, nem csak azt akarom elmondani, hogy én az A szolgáltatás vagyok a B szolgáltatásról kérek. Mondhatjuk azt is, hogy itt implementálunk komoly routing algoritmusokat. Küld el a B-nek, várd meg a válaszsal légy szíves menjen a C-hez és a D-hez, de oda csak kopikat kell küldeni, stb. Ezek mind befejlezhetők egy ESD-be, hogyha az igény ezt követeli.
Gyakorlatilag az NSG-ben az a vicc, hogy az egész szolgáltatás orientált vállalati architektúrának ez az egyetlen eleme, ami nem szükségszerűen szolgáltatás. Ez egy virtuális valami. Hogyha valamilyen funkciót akarunk ráimplementálni, tehát például ezt a bookingot vagy az üzenetek transformáciáit egyik hiszem ebből a másikba, azt már szolgáltatásokkal fogjuk implementálni, ami erre az ESD-re épül, de alapjában véve nem mondjuk azt, hogy neki is van szolgáltatás, honlózata, stb. Ő egy virtualitás. Gyakorlatilag egy szerepe van a függés, egy gyengítés, és azt nagyon jól ellátja. Most már kezdünk elúszni a vállalati sorok kialakítása fele. Letettünk egy szolgáltatásorientált alkalmazást. Gyakorlatilag örülünk. Azonnal jelentkeztek ilyen előnyök, hogy a fejlesztés során függetlenek tudtunk maradni a többi projektől. Szabványos interfészt tettünk be, tehát nagy mértékben újra hasznosíthatóak vagyunk. Elbújtunk, hogy tehát a bírítást is meg tudunk valósítani. Ezért ennél többről is lehet szó. Vállalati sorának a kialakítása az egy olyan hosszú menetelés, aminek a végén valami nagyon-nagyon optimális vállalati architektúra áll. Három lépésben lehetne ezt csinálni. Első a meghirdetés. Mondja azt a vállalat vezetője, lehetőleg minden magasabban fekvő vezető, hogy ők fölvállalják a SOA stratégiát. Náluk a következő alkalmazásokat már csak szolgáltatások orientált homlokzatban érdemes fejleszteni, és ezt még követelni megfogalmazzák a beszállítókkal szemben is. Nem szigeteket fejlesztünk, nem adhok integrációkat valósítunk meg, nekünk szolgáltatás orientált interfész kell. Ha ez megvan, innentől kezdve remélhetőleg a következő alkalmazások sohában fognak elkészülni. Ezzel párhuzamosan a régi alkalmazásokhoz is lehet soha interfészeket fejleszteni. Ez mondjuk kicsit macerásabb, mint aminek hangzik. A régi alkalmazások azok tipikusan vagy szigetként működnek, vagy valami iszonyatosan 20. századi módszerrel cserélnek adatokat, tipikusan adatkapcsoltak, temtáblákból dolgoznak, kapacitás, átfület képézik, hasonló. Ezeket szépen be kell blokkolnunk valami metaadatokkal felépesített üzleti műveleteket tartalmazó dologban. Önálló fejlesztésben, ha meg lehet finanszírozni, ha megtérünk. Következő lépés az építés. Vannak szolgáltatásaink. Építsük rájuk az üzleti folyamatainkat. Eddig is voltak üzleti folyamatok, de mostantól automatizáltak tudnak lenni, hiszen a benne szerető rendszerek azok szolgáltatások, el tudjuk érni őket. És a másik pedig az, hogy az egész folyamat is a szolgáltatás lesz. Tehát, hogyha esetleg valamilyen folyamatnak a részfolyamatát kell meghívni, ugyanazt a szolgáltatás meghívási mechanizmust fogjuk használni, mint ott egy alrendszert szólítanánk meg. Hogyha az üzleti folyamatokat automatizáltuk, akkor ezzel gyakorlatilag megvalósult az üzleti agilitás. A folyamat változik, a folyamat egy szolgáltatás, elbújt a szolgáltatás interfész mögé, bármikor változhat. Semmilyen kapcsolódó rendszert nem fog befolyásolni, egész egyszerűen lesznek benne új lépések, amik majd új dolgokat hívogatnak meg. Innentől kezdve, hogy a véletlenül meglévő elemekből valami új terméket akarunk építeni, annak a költsége minimalizált. Hiszen megvannak az építőkövek, kicsit új módon kell egymás mellé tenni. Le kell fejleszteni hozzá a folyamat vezérlését természetesen, de azt mindenképpen kell, mert nem húzzuk meg. De igazából, mivel minden újra hasznosítható, egyet viszonylag kevés dolgot kell még emellé letenni. A harmadik lépés a felhasználás. Felhasználás alatt azt értem, amikor már a frontendeken is megmondjuk a soha vagyunk. Eddig ugye nem nagyon beszéltem a felhasználói felületről. A felhasználói felületek alapjában lévő az a értelme, hogy etessen egy rendszert adatokkal. Ma sohában ez megváltozik. Sohában a felhasználói felület értelme az, hogy üzleti funkciókat hívjon meg. Interakciót biztosítson a szolgáltatásokkal, folyamatokkal, illetve meghívjon direkt a üzleti szolgáltatásokat, stb. Át lehet fogalmazni a klienseket így, és az átfogalmazás következő lépése az, amikor azt mondjuk, hogy hát egy ilyen alkalmazás miért csak egy szolgáltatással tartson kapcsolatot. Tartson nyugodtan az összesen, kompozit klienseket fejleszthetünk, ahol egy frontend gyakorlatilag az üzlet összes területével kapcsolatot tud tartani. Iszonyatosan szívébe élő. Tehát ez tényleg az a csillagos végcél, amifele haladunk, de működik. Vállalati soha előnyéről, de csak nagyon gyorsan. Nem, alkalmazás platform optimizáció. Alkalmazás platform optimizáció az a folyamat, az a módszertan, ami magában foglalja ezt a soha ágat, de emellett még más is. Azt mondja, hogy a vállalati alkalmazás platform az ebből az öt komponensből áll, és az egy módszer
ahogy ez öt konferensben egymással párhuzamosan javításokat tudunk eszközölni. Adatkezelésnél ugye minden alkalmazásnak van valami adatbázis a valahol, végcélik az, hogy legyen egy egységes vállalati alkalmazás platform. Mindenki elérni az összes adatot akkor is, hogyha az nem az övé. Persze, jogosultság, stb. Fejlesztés. Az egyik végén ott van, hogy a betoltozott második világháborúból itt maradt fejlesztő csapat dolgozik a nagygépen egy olyan programjában, ami rajtuk kívül már senki nem ért. Másik végén a projekt szemléletben végrehajtott vállalati policyknek megfelelő dinamikus alkalmazás fejlesztésére. Sohából beszéltem, üzleti intelligencia. Üzleti intelligenciában nagyon fontos az, hogy alkalmazásnál kell real-time-ban azok az információk, amiket szeretnénk. Lefelé elég sokat lehet haladni, illetve a felhasználó élmény szerint rendes visszacsatolások, rendes használhatósági felmérések által javítani a UI experience-en felhasználói szintű folyamatokon is. Most a vállalati sohár előnyei. Amikor átállunk a hagyományos architektúrával sohára, akkor ezeket az előnyöket kapjuk. Lazán csatolt komponensek. Hogyha valamit megváltoztatunk, nem győzik tovább a változásra, csak minimalizálnak. Folyamat követi az üzletet. Nem mondjuk többet azt, hogy bocsánat, ennek az üzleti funkciónak technológiai akadályok. Mivel viszonylag egyszerű a változtatás, ezért viszonylag egyszerűen meg tudjuk változtatni a technológiát mögötte. Elosztott az architektúra. Ugye a SOA támogatja a költséges alkalmazás határ átlépéseket, tehát már tervezésnél számítottunk arra, hogy ez nem egy telephelyen fog futni, itt problémák lesznek, stb. És erre megoldást is ad. Lássuk a tervezésnél, most nekem az IMS-es fejlesztés, illetve az Enterprise Service Bus-nak a kecselés adatkeselős hibatűrős viselkedései, amiket esetleg beletehetnénk. Növekvő profit bevétel. Ugye régen, amikor a vállalati IT-i nagy monolitikusnak állni, ott nagyon nehezek voltak benne a változtatások. Gyakorlatilag, hogyha megváltoztattunk egy rendszert, az borította az egészet. Nagyon ritka volt ezért a fejlesztés, és a fejlesztés akkor jött, hogyha volt rá, akkor allokált fejlesztési támogatási keret fölülről, hogy ezt meg tudják finanszírozni. Sohában azt mondjuk, hogy a fejlesztések költsége viszonylag alacsony, tehát az üzlet finanszírozza. És méghozzá akkor finanszírozza, hogyha azt viszont látja. Tehát csak is akkor, hogyha az adott szolgáltatás kifejlesztése konkrét üzleti hasznot hoz, amit a Return Investment mérőszámmal ki is tudnak fejezni. Gyakorlatilag az operatív költségekből átmentünk az üzlet startup költségeibe. Ez egy komment dolog egyébként állítólag a pénzügyek szerint. További előnyök, most már tényleg csak nagyon gyorsan, csökken a káosz. Ha tudjuk azonosítani azt, hogy melyik üzleti funkciót, melyik szolgáltatás komponensünk valósít meg, akkor például hát tudunk bökni, hogy te csinálod a bagot. Innentől kezdve egyértelmű válnak a felelősségkörök, átlátható lesz a vállalati IT, hiszen nem azt mondjuk, hogy ja nem, azt levélben szokta elküldeni az a másik rendszer, csak a felhívta beírja azt is, hogy BC, és akkor ettől én automatikusan tudom, hogy feldolgozásra kerül, és akkor forkolok neki egy másik pipe-ot. Életből például, kiszámíthatósága a vonatkozik, illetve a platform független együttműködés. A vállalaton belül innentől kezdve elméletileg az egyes technológiai vendorok, azok önálló megoldásokat tudnak oda tenni, azok egymással össze tudnak majd dolgozni. Hát mondjuk ne, hogy Istenem, fejlesztek valamit .NET-ben, az együtt tud működni a Javas Server alkalmazással. Folyamatoknál ez számít, mert általában egyes komponenseknél azért viszonylag ritka az, hogy az alapvető rendszer nem ugyanaz a platform lenne, folyamatoknál, ami az egész működésen átéve viszonylag gyakori azonban. Üzleti rugalmasság, nem beszéltem róla. Utolsó slide. Mit a nem működik? Véletlenül valaki belefog a sohába, és elkezdi, akkor viszonylag sok problémával fog szembesülni. Egyik az, hogy nagyon-nagyon sok múlik az analízisen és a tervezésen. Rögtön az elején leteszünk egy service fonozatot, amit célszerűen nem akarunk megváltoztatni. Az se jó, hogyha túl szigorúak vannak, nem enged be műveleteket. Az se jó, hogyha túl laza, mert akkor gyakorlatilag nem adunk megszorításokat. Ha túl sok a művelet és elalkozunk, akkor az a baj, hogyha túl nagy műveletek vannak a do-it pattern, az a baj. Tehát itt nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy ténylegesen eltaláljuk el azt a kanonolítási szintet, ami az üzleti funkcióhoz és az adott szolgáltatáshoz a legjobb. Másik, hogy önálló szolgáltatást kell építeni, igen erős kontrollal kell élni a projekt alapján, és nagyon-nagyon meg kell indokolni azt a külső igényt,
gyakorlatilag, ha nem lehet, akkor viszont nagyon erősen kell kontrollálni. A soha nem egyenlő a szóban, nem webservice, nincsen alatt a technológia. Soha nem beszéltem itt arról, hogy milyen formátumok az üzenetek, mert például lehetnek szóformátumok is. Lehet, hogy nem szóformátumok, lehet, hogy XML üzeneteket küldözgetünk HTTP-ket, lehet, hogy MSNQ-ban küldözgetjük őket, vagy levélben. Elképzelhető az, hogy bináris adatokat nyomunk át a másiknak, nem a kommunikációról szól. És ugyanígy egyébként nem arról szól, hogy a távoli gépen egy objektumnak meghívjuk egy metódusát. Tehát nem dépon vagy torva, dokumentumokat küldözgetünk, és a dokumentumot dolgozzák fel. Dokumentumban benne van minden, ami nem fér bele, az nem fog megváltozni. Soha nem csodaszer. Egyrészt, hogyha lefejlesztük a SOA-t, eljöttük a vállalati SOA-t, ettől még nem oldottak meg a problémáink. Ez ugyanis nem egy termék, amit le lehet tenni, hogy 100%-ig kész, ez egy minta. Ez egy paradigma, amiben meg kell fogalmaznunk a megoldásokat a vállalat problémáira. Önmagában az, hogy mi soha alkalmazásokat fejlesztünk, az nem érték. Csak attól, hogy mi azt mondjuk, hogy az alkalmazásunk most már szolgáltatás orientáltan a képek tudatban készült, attól még ugyanúgy lehet, hogy nem felemel az üzlet igényeinek. Úgyhogy nem szabad a saját valami mindent meggyógyító dologra használni. Ugyanígy ez nem végcél, hanem eszköz, hogy az üzlet a céljait elérhesse. Két megértés szokott ezzel kapcsolatban még lenni. Az egyik az, hogy a SOA-nak csak akkor van haszna, hogyha a teljes vállalat átáll. Nem instrumentálisan is működik, már az első projekt nem működik, és egyébként a Microsoft ezt is ajánlja. Egy pilot projekten vezessük be, lássuk az előnyeit. Vezessük végig az egészet, tanuljunk belőle, ha működik, akkor csináljuk meg a következőt. Ha az is működik, akkor terjesszük ki a vállalatra. A másik a vállalati... a másik végpont. Az, hogy csak sohában fejlesztettünk, az nem elég. Akkor a klienseket és a gondolkodást is valahogy el kell mozdítani abba az irányba, hogy itt most szolgáltatásokat hívjunk meg. Pusztán azért, hogy betettünk egy szolgáltatásorientált honlózatot, és ha a kliens nem írjuk át, hogy a kapcsolódó rendszerek nem jönnek hozzánk, a projekten meg volt a haszna, de a következő projekten már nem lesz. Gyakorlatilag tényleg itt egy olyan ajánlás ad a Microsoft, támogatásilag, legalábbis én olyasmire hallottam, hogy vezessük be, és utána lépjünk tovább. Tehát ne álljunk meg egy alkalmazásnál, ne tapsoljunk magunknak, hogy kész, igyekezzünk ezt kiterjeszteni. Az utolsó pont, a szolgáltatásokat vállalati szinten kell nyilván tartani. Nem elég az, hogyha az egyik osztályon sohában gondolkodnak, a másik osztályon pedig nem. Ebben a pillanatban minden kis osztály elkezdi magának készíteni egy kis sohákat, amik egymástól függetlenül működnek, ugyanúgy meg lesz a redundancia, meg ilyesmi, csak bezártuk őket egy-egy dobozba. Vállalati szinten kell működnie, és vállalati jóváhagyással. A soha bevezetésnek egyes blogok szerint három feltétele van, hogy sikerüljön. Az első feltétel az, hogy a vállalat minden szintjén támogatni kell. Nem elég az, hogyha csak a CEO támogatja, de nem elég az, hogyha csak a technikai emberek látják azt, hogy miről van szó. Mindenkinek egyet kell érteni abban, hogy a SOA az egy követendő példa. Vagy legalábbis minden szinten el kell fogadtatni azt, hogy ez most így működik. A második pont, hogy a fejlesztés vezetőnek értenie kell, hogy mi a SOA. Az úgy nem működik, hogyha eladunk valamit, amire ráadjuk ezt a háromvetős címkét, és közben meg valami, nem is tudom mit csinálunk, de webservice interfészsel. A SOA az attól lesz, hogy lazán csatornarendszere üzleti szolgáltatást fogalmaznak meg, nem pedig a kommunikációs protokolltól. A harmadik, most sikerre térjünk, a vállalatnak konkrét szolgáltatásról orientált vízióval kell rendelkeznie. Tudják azt, hogy most hol vannak, tudják azt, hogy hova tartanak, és tudják azt, hogy ez miért mozdul majd elő attól, hogy mi soha fejlesztünk. Ha ez a három dolog megvan, akkor valószínűleg valamit sikerül lépni az ügyben. Én viszont ezt valami nem láttam vállalati soha bevezetést, úgyhogy saját tapasztalatban nem tudok beszélni, nálam okosabbak ezeket mondták. És hogy nem negatív gondolattal zárjon az előadást, viszont amiket láttam soha fejlesztéseket, azok kellemes dolgok. Tehát érdemes szolgáltatásorientáltan gondolkozni nekünk architekteknek is, akkor is, hogyha nem mi hozzuk meg a vállalati döntéseket, mert ez konkrétan a projektjeinken hasznos.
körülbelül ennyit mondani kell, annyi gondolatérvesztőt szeretnék megkérni mindenkitől, hogyha még nem hatás vár, akkor érdemes elgondolkodni az aktuális megoldáson, hogy ezt hogy lehet átfogadni szolgáltatás orientáltan. Állapotmentes interfészet, mi az óvas, stb. Játéknak jó. Egyébként pedig köszönöm a figyelmet.